Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Mai sztárjaink, mint mindenki, aki hozzánk bejön, Závetsz Tibor, a Závetsz alapítója, igazgatója és tulajdonosa, és természetesen itt van Deák Daniel is, a 21. század intézet vezető kutatója. Elemzője. Elemzője, nem kutat, csak elemzel? Nem, elemzek. Kutatók azok a kollégák. Tehát ők kikutatják, és te utána elmagyarázod. Nagyon jó. Akkor rajta. Van-e valami új kutatás, hogy állunk? Mert például a távoli újkori zsidó államban most a kormány bizalma igencsak megcsappant a koronavírus kezelése miatt. Hogy állunk ezzel, mi nálunk? Van egy ilyen térű kutatás? Nem spoilerezek egyelőre, mert hogy van új pártpreferencia, de még néhányat aludni kell ahhoz, hogy meglássuk a számokat. De olyan igazán nagy változások nincsenek. Tehát olyan típusú bezuhanás, hogy a kormány eddigi tevékenysége, ami a járványhoz kapcsolódik, az heves kritikákat váltana ki mondjuk a közvéleményben. Ilyeneket nem láttam. Karcolódások mindig vannak persze. A tematizálás az teljesen másról szól, bár a járványról szól, de mondjuk a kormány ebben elég offenzív. Tehát folyamatosan jön elő az újabb és újabb intézkedésekkel, és így a választópolgárok mindig ahhoz viszonyulnak. Tehát én azt gondolom, hogy egészen addig a pillanatig, amíg egzisztenciális nehézségekben nem ütközik az emberek élete, a munkanélküliség nem terjed el olyan mértékben, hogy megérintse akár még a fideszes családokat is, mármint fidesz szavazók családjait is, addig a kormány támogatottsága, vagy a Fidesz támogatottság az nagyjából abban a nagyságrendben marad, amelyikben most van. Most nyilván lehetnek hullámzások benne, de ez szerintem akkor lesz, akkor fog változni, ha egy ilyen rossz pillanat jön. Most, hogy ezt senki nem kívánja, tehát nem arról van szó, hogy bárki is, én azt gondolom, senki nem kívánja, hogy bárki az, annak szurkolna, hogy minél rosszabb, annál jobb, tehát hogy gazdasági nehézségek legyenek. Önmaguktól is vannak. Tehát eleve a járvány az egy olyan dolog, ami az országoknak a pozícióit rontja, gazdasági pozícióit. Persze, hogy van olyan táv, csak hogy Dani is tudjon reagálni, van olyan távlat mondjuk az elmúlt 10 év, ahol én mondjuk szívesen vettem volna, ha Magyarországnak a egyfőre eső GDP adata nem ugyanabba a pozícióba helyezné el az európai országok között Magyarországot. Tehát ez a futottak még kategória, 23. helyen vagyunk, ha jól tudom, az európai országok között, tehát azért ez nem jó. Tehát ez szerintem járványtól függetlenül, ez azért nem a gazdaságpolitikának az objektív sikerét adja. Szubjektíve vannak sikerek, mert ha azt mondjuk, hogy kicsi a munkanélküliség, tehát és nincsenek igazán jelentő gazdasági problémák, tehát ezeket el kell ismerni, de azért ez például egy kritika alá vehető adat. Ugye a közgazdaságtanban, meg a statisztikában annyi fél adatot lehet mondani, tehát erre lehetne most nekem itt mondani egy teljesen másik gazdasági adatot, ami viszont tökéletes. Igen, egyetértek azzal, hogy azért azt mindenki elismeri, érzi a bőrén, kutatások is ezt mutatják, hogy az elmúlt 10 évben előre mentünk, jobb lett az életkörülmény az embereknek, csökkent a szegénység, tehát a valóság érzékelés az az, hogy az ország helyzete jobb lett az elmúlt 10 évben, és mi pont a múlt héten csináltunk egy összeállítást azzal kapcsolatosan, hogy Európa szerte hogyan alakult a kormánypártoknak a támogatottsága, és azt látjuk, hogy egyáltalán nem magától értetődő az, hogy egy válság kezelés hatására nő az adott kormánypártnak a támogatottsága. Azt hiszem 8 országot találtunk az Európai Unióban, ahol az elmúlt időszakban épp a koronavírus járvány alatt csökkent a kormánynak a támogatottsága. Sokban stagnálásról beszéltünk, és nagyon kevés van, ahol kilőtt volna a támogatottság. Ilyen például Németország, ahol a CDU-CSU a 27%-ról 40%-ra fölment, és tartja mind a mai napig ezt a magas támogatottsági szintet. Van olyan ország, például Ausztria, ahol a március-április-május időszakban volt egy felívelés, utána, ahogy jöttek a gazdasági problémák, rögtön elkezdett csökkenni ismét Sebastian Kurzéknak a népszerűsége. Magyarországon azt látjuk, hogy volt egy minimális erősödés, és ez megmaradt az a szint, tehát nem volt egy visszaesés, nagyjából
egy ilyen biztos párválasztó körében picivel az 50% feletti szinten stabilizálódott. Az ezt a kérdés, ugye, hogy a munkanélküliségnek a szintjét sikerül-e ilyen alacsony szinten tartani, hogyha a legtöbb embernek lesz munkája, hogyha munkát keres, talál, és viszonylag normális fizetésért, akkor szerintem érdemi, hatalmas nagy támogatottság csökkenés a Fidesz oldalán nem lesz. És még egy dolgot hozzátennék, ha megnézzük azt, hogy 4 évvel ezelőtt, tehát a korábbi választás előtt ugyanebben az időszakban hogy állt a Fidesz, akkor egy ilyen 6-7%-ponttal alacsonyabb szinten volt, tehát most jobb a kiinduló pontja a kormánypártoknak. Cserébe, bocsánat, csak cserébe viszont az akkori ellenzékről nagyon nehéz lehetett volna azt állítani, másfél évvel a akkori parlamenti választások előtt, hogy valami fajta egységet tud mutatni. Tehát azért eléggé szét volt szóródva. Most nincs miniszterelnök jelöltje, de akkor azért még a kasztingolásnak a időszaka se jött el, most legalább futnak nevek, meg voltak cserék. Most viszont ugye, erről nekem is elég sok adatom van, azt látjuk, hogy az ellenzéki szavazók nyomása nagyon erőteljes a pártok felé. A 6 párt megegyezett, tehát ez egy tény, legalábbis az egyéni jelölteknek a közösség. Hát ennek a megegyezésnek azért vannak bűző részei. Biztos vannak, de megegyezés az megtörtént. Szerintem megvárjuk, hogy ugye mi lesz a lista kapcsán, a miniszterelnök jelöltnek a személye kapcsán, tehát sok nyitott kérdés van még. Ne. És ugye erre utalt a miniszterelnök is a hétfői írásában a Magyar Nemzetben, ugye ő is arról írt, hogy arra kell felkészülni, hogy az ellenzék nagyjából úgy fog viselkedni, mint ahogy a lengyel elnökválasztás során, vagy amit Lengyelországban már több választás alkalmával próbáltak egy ilyen összefogás együttműködés, és akkor is utalt rá a miniszterelnök, ugye a mostani lengyel elnökválasztásnál épp hogy csak tudott nyerni a nemzeti oldalnak a jelöltje, tehát egy éles küzdelemre kell felkészülni. Így van, tehát csak... Hát akkor tulajdonképpen az alig egy hete megjelent írásában a miniszterelnök úr kézbe vette a startpisztolyt, és azt mondta, hogy szedelőzködjünk, és ki a harcmezőre. Ettől az ellenzék is fölébred? Mert a legutolsó illetve a parlamenti szekció nyitásán nagyon sokszor föltették ugyanazt a kérdést, Csipke Rózsika álmukból elindultak, de ezzel nem tudták elfedni, és lelkem rajta, de engem halálosan idegesít, és azt hiszem a nézőinket is, hogy hogy a fenébe lehet egy nem éppen filoszemita, nem éppen cigánybarát, vagy más barát embert eljuttatni egy sima kis bocsánatkérés következtében, nem máshova, nem a magyar parlamentbe, mert idáig azt tudtuk mondani, hogy lehet, hogy vannak antiszemiták, van egy kis antiszemitizmus is, de nem a parlamentből jön. Viszont ha ezt az embert beültetik oda, és nem érdekel, hogy lenyeljük, nem nyeljük le. Tehát hülyének nem lehet nézni azért a választókat. Így van. Elnézést a monológért, csak fölment az agyvizet. Erre gondolok, akkor el akarják adni nekem, neked, önnek. Hát ez hogy megy? Hát rajtunk röhög a világ. Az a helyzet, hogy erre van egy megoldás, én ennek nagy híve vagyok, mert ez a szituáció... Megoldászó problematikus ebben a stúdióban, igen. Nem. Ez a szituáció nem állhatott volna elő, hogyha... elő választások lennének, mert abban a pillanatban nem arról kellene beszélni, hogy a pártok miért kötnek rossz kompromisszumokat, miért van az, hogy alávetik magukat olyan érdekeknek, ahol a morális szempontok mondjuk nem annyira lényegesek, tehát feladják tulajdonképpen ezeket a morális pozíciókat, hanem egy előválasztáson az induló jelölteknek a kampány szakaszában feketén-fehéren kiderül az, hogy melyik jelöltnek milyen volt a múltja, hogy gondolkodik a jelenlegi problémákról. Ez egyszerű. Az, amit most... Ami 96 most... éves anyám meg tudja googlizni, hogy kiről van. Nem, azt mondom, hogy a megoldás az, tehát, hogy előre kell hozni az ilyen típusú problémákat. Itt az a helyzet, már hogy... ilyen probléma nem lehet egy demokráciában, semmi keresni valója a politikába. Oké, ebben még valószínűleg közös platformon is vagyunk. Hanem én csak egy... Érdekelne, hogy a Dani hol tart ebben. Én csak azt akartam mondani, hogy ez ilyen szituációkat ki lehet védeni azzal, hogyha ha nem minden választókerületben, jó lenne, ha minden választókerületben lennének előválasztások. Annak más funkciója is van, nyilvánvaló, mert alarmizálja az ellenzék kiszavazókat, mert hogyha a miniszterelnök azt mondja, hogy készüljetek, akkor az ellenzéki szavazóknak a készüljetek az egy ilyen tevékenységbe, nem a miniszterelnök hívó szavára fognak ők megmozdulni az ellenzéki pártok, hanem hogyha van egy előválasztás... Hát ezzel egyszerűen lábon lőtték saját magukat, mint a szocialisták a kongresszusukon.
Én az ellenzék, tehát az ellenzék, most ellenzéki pártok mindegyike most ért a végére eznek a tisztújítási szakasznak. Innentől kezdve lehet azt mondani, hogy akkor foglalkozunk a választással, és ne a belső ügyek terheljék meg a politikusoknak a megnyilvánulásait. Szerintem a startpisztoly az MSZP kongresszusa másnapján elindult. Most már egyeztetések lesznek, ha jól tudom, jövő héten, vagy lehet, hogy ezen a héten. Miről egyeztetnek, hogy mit csinálnak a sok sértődöttel, meg kizártal? Nem az MSZP, hanem az ellenzéki pártok együttesen. Az, hogy tudnak-e tovább menni azon, amiben már egyességet kötöttek, hogy majd a parlamenti választáson az egyéni jelöltek közösek. Azért még van feladatuk, ki kéne találni a közös listát, a listán helyek vannak, hogy akkor ki lesz elő, ki lesz hátul, azért nagy csata lesz, és ez biztos, hogy sok-sok kamarilla lesz benne, tehát nem gondolom azt, hogy minden előttünk fog eldőlni. És hát ugye felvetetted már ezt a nagyon fontos kérdést, a miniszterelnök jelöltnek a problematikáját. Ugye nincs miniszterelnök jelölt, egy előválasztáson ki lehet ezt valahogy választani. Itt az a kérdés, hogy... Addig sincs kit támadni. De az sem egy, hogy az utolsó pillanatban húznak elő valakit, mert akkor még nem lehet felépíteni. Tehát valóban nincs kit támadni, de arra kell egy rá. Tehát azt tudjuk, hogy ki lesz a Fidesz-KDNP listának a miniszterelnök jelöltje, azt nem tudjuk, hogy ki lesz az ellenzéki. Kell idő, és hát mondok még egy dolgot, hogy állnia kell a sarat az ellenzéki miniszterelnök jelöltnek. Nem lesz könnyű neki. Nem lesz könnyű. Azt én is hozzátenném, hogy tényleg látszik, hogy mindent alárendelnek az együttműködésnek, tehát ennek a hatalomtechnikai alkunak, innentől már tényleg azt sem számít, hogy egy antiszemita rasszista jelölt van. Világosan elmondták ezek a politikusok, hogy csak összefogva tudnak nekifutni ennek a választásnak. Tehát ennek szerintem lehet, hogy rövid távon lesznek eredményei, lehet, hogy rövid távon működőképes, de közép és hosszú távon semmiképpen sem lehet tud. Ennek, hogy lehetnek eredményei? A választók azok nem hülyék, csak tudják, hogy kiradják az meglátjuk a választásokat. Én csak azt akarom mondani, hogy ez közép és hosszú távon, mondjuk egy 4 éves kormányzáson át, hát nagyon nehezen tudna működni. És ugye ez lesz a kérdés a választás alkalmával is, hogy a választópolgároknak a többsége elhiszi-e azt, hogy egy ilyen Jobbiktól kezdve a Momentumon át a DK-ig terjedő ellenzéki szivárványkoalíció együttműködés, vagy mi ugye Habarék ellenzéknek is hívtuk egy elemzésben, ez tud-e kormányozni? Nagyon sok olyan példa van egyes önkormányzatokban, ahol ezek ugye felbomlottak, és tényleg egyszerűen... Hát nem, főleg egy ilyen nehéz időszakban, amikor ugye a koronavírus járványban lesz gazdasági hatása, ilyenkor a stabilitás az, hogy egy cselekvőképes kormánya legyen az országnak, az még inkább felértékelődik. Hogy beleszólhassak, a Magyar Nemzet címlapján olvashatjuk, hogy eltörölte a kötelező kvótát az Európai Bizottság. Tehát akkor igen. Már könnyebb helyzetben vagyunk. Igen, nem? Csak Dani, nagyon nagy előny a fiatalság, a Dani fiatal ember, és nem emlékszik arra, amire hát mi én igen. Én emlékszem még a 2015 időszakra, arra gondolsz. Igen, meg hát tanultad is nyilvánvaló, csak arra akarok utalni. Meg külföldön is van nagyon sok példa. De nem arra akartam utalni, Dani, hogy az nem úgy van, hogy mindenféle ellenzéki, vagy pártoknak az összefogása az eredendően egy bűnös dolog és rossz, és a sírkő meg a savanyú cukorban összekutyulva. Csak arra emlékeznek, hogy a Kisgazdapárt, a Magyar Demokrata Fórum, a KDNP, az ős Fidesz nagyon sok mindent egybe raktak. Hát ezek is távol állnak egymástól. Ezt mondom, hogy a felszólásnak a vége egy gyulai kolbász. Nem. Nagyon jó például, ugye a 98 és 2002 közötti kormányzás is, ahol ugye több párt alkotott, több jobboldali párt alkotott egy kormánykoalíciót, és akkor is a miniszterelnöknek az életének egy jelentős részét, hát az merítette ki, hogy éppen melyik koalíciós pártnál van. De minden koalíciós kormányban van. Én el tudom mondani. Tehát, hogy akkor az merítette le a jelentős idejét, hogy a koalíciós egyeztetések, most a Tordján Józsefnek éppen milyen botránya van, akkor most mi legyen az FKGP-ben. Tehát nagyon sok olyan ügy nehezíti ilyenkor a kormányzást, ami egy ilyen válságos helyzetben, ami azért most az elkövetkezendő 3-4 évben következik Európa szerte, hát azért a cselekvőképes kormánynak a hiánya az egy komoly probléma lesz.
Nagyon sok nemzetközi példát is látunk. Belgiumban ugye etnikai törésvonal is van a különböző párpolitikai törésvonalok mentén. Ott most, jól tudom, most 18 hónappal a választás után tudtak kormányt alakítani. Ugye a koronavírus járványnál is látjuk, hogy Belgium az egyik legrosszabbul teljesítő ország. Ez azért van, mert a politikai stabilitás gyenge volt. Ezért mondom, hogy szerintem a választás egyik nagy tétje az ez lesz. És még egy fontos szempont az ellenzéki listaállításnál, az mindenképpen látszik, hogy Gyurcsány Ferencnek meghatározó szerepe lesz ebben az ellenzéki együttműködésben. Szemmel láthatóan Dobrev Klárát építik már, mint egy potenciális miniszterelnök jelölt, és Gyurcsány Ferencék pártjának lesz a legtöbb embere az első helyeken ezen a listán, ez most borítékolható. Ez viszont például a Momentumosoknak, hogy a szocialistáknak egy valószínűsége nem fog tetszeni. Erre utaltál te is, hogy ebből a szempontból azért még komoly viták lesznek. Így van, és én azt kormánypárti részről ezért hívták a Momentumot a DK ifjúsági szervezetének. Igen, én azt nem tudom, de azt viszont igen, hogy nyilvánvaló, hogy azok az erőviszonyok, amire hát az EP választás az már mögöttünk van, de a közvéleménykutatások mindig aktuálisak, és azért nagyon sok mindent nem tudnak tenni a pártok, mint hogy ezeket veszik valamilyen módon figyelembe. Tehát nyilván a listaállításnál ez ennek fontos szerepe lesz. Na most, ha az van, hogy a DK legerősebb ellenzéki párt, ami minden kutató cégnél látszik, akkor az nyilvánvaló egy elementáris érdeke annak a pártnak, hogy ezt valahogy kimaxolja, ezt a szituációt. Ebből bizony lehetnek, így van, konfliktusok, de én ezt nem tartom, nem tartom gondnak, hát tényleg a politika így működik, majd megoldják, bízzuk rájuk. Miért hangsúlyozom? Azért hangsúlyozom, mert ugye egy ellenzéki előválasztás van, valószínűleg mindegyik pártnak indul majd egy jelöltje, és ezt az ellenzéki előválasztást nagy eséllyel az a jelölt tudja megnyerni, amelyiknek a legnagyobb szavazótábora van. Jelen pillanatban ugye a DK rendelkezik a legnagyobb szavazótáborral, sőt azért most már a szervezeti hálója is kezd úgy kiépülni, hogy könnyebben tud mozgósítani szavazókat. Ezért például is könnyen előfordulhat az a helyzet, hogy egy ellenzéki előválasztás, ami főként a baloldalnak a max szavazói között tartanak, az megnyeri az a DK-s jelölt, amelyik egyébként a teljes társadalmi csoportban a legnépszerűtlenebb jelölt lenne. Ez nagyon sok országban, ahol ugye most tartanak előválasztás párton belül, ez elő szokott fordulni, hogy egyébként a párton belül az egyik legnépszerűtlenebb, vagy a legszélsőségesebb álláspontot képviselő lesz a pártelnök, majd a miniszterelnök jelölt. Egyébként viszont a teljes választói csoportban hát nem tud többséget teremteni. Tehát én a DK esetében ezt a kockázatot látom például. Három dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy elmondtad a politika lényegét, tehát amelyik pártnak a legnagyobb támogatottsága van, az nyilvánvalóan valamilyen megmérettetésen kedvező pozícióba tud kerülni. Ez egyik. A másik az előválasztáshoz még. Én azért nem borítékolnám ezt, amit most említettél, mert hogyha Karácsony Gergely elindul, aki viszont pont egy ellenpélda arra, hogy van egy de párt... Azt ígérte, hogy nem fog elindulni, nem? Azt is, hogy nem lesz társadalmak a párbeszédnek. Mondtam, hogy ha Karácsony Gergely elindul, tehát feltételes módban fogalmazok, akkor nyilvánvaló egy teljesen más szituáció van, mert egy kicsi támogatottságú pártnak jelöltjének van esélye. Gergely? Nem tudom, biztos éles verseny lenne közöttük, azt gondolom. A harmadik, hogy pedig, ami még befolyásolhatja ezt az előválasztást, amiről persze fogalmunk sincs, hogy kik indulnak, az, hogyha indulnak független, tehát pártokhoz nem szorosan kapcsolódó jelöltek, most a Márki-Zay... Egyáltalán van-e a független jelölteknek esélyük arra, hogy bekerüljenek? Azt nem tudom, nem nagyon gondolom, tehát hogyha valahogy a politikai... Egy Bernadettnek, egy Hadházi Ákosnak... Vagy egy Márki-Zay Péter, tehát azt akartam csak mondani, hogy ha ők elindulnak, vagy bármelyikük elindul közülük, akkor az megbonyolíthatja, nem, akkor már nem olyan egyértelmű, hogy a szavazó nagyon pártalapon szavaz, biztos lesznek olyanok, akik dezertálnak a pártjelölt mögül, és a függetlenek valamelyikét támogatják. Én azt feltételezem, hogy nagyon a politikai ösztönöm, meg az eddigi tapasztalatom azt mutatja, hogy egy ilyen jelölt, egy nagyon független jelöltnek, akit nem támogat valamilyen párt, annak nagyon kicsi esélye van arra, hogy egy nagy támogatottságú párt jelöltjét, vagy egy nagy népszerűségnek örvendő politikust meg tudjon előzni. Értem. Akkor hagyd kérdezzel. A szocialista pártnak ez a lábon lövöm magamat a kongresszus előtt mennyire befolyásolhatja az ellenzéki szavazótábort, hiszen elképzelhető, hogy akik megsértődtek, azok nem fognak többet rájuk szavazni. Akiket kizártak,
azok politikailag aktívak maradnak, de majd talán máshol, talán elmennek az új igazi baloldalhoz, a zöld szanihoz. Igazából ez az MSZP-s kongresszus, ez vihar volt a Biliben, tehát pár hetes esemény történet. Szerintem a nagy kép... Miért vihar? Egy csomó embert kizártak. Jó, hát ez most pár száz ember az érdemben egy választás alkalmával nem érződik. Itt a nagy... Ezek aktivisták, a nagy ezek, nem, ezek nem... Ezek nem... Péter, csak... És akkor akarom mondani, és akkor megérted, mire gondolok. Tehát a nagy kép a lényeg, az elmúlt több mint 10 évben, az elmúlt több mint 10 évben ugye csökkent folyamatosan az MSZP-nek a támogatottsága, míg a 2002-es, 2006-os választáson 2,5 millió ember szavazott az MSZP-re, 2010-ben ez már 900 ezer volt, és azóta folyamatosan csökken, jelen pillanatban egy ilyen, nagyjából ilyen 300 ezeres szavazói tábor van a szocialista párt mögött, egy haldokló, eltűnő pártról van szó, ez egy epizódja volt ennek az eltűnésnek, ennek az eljelentéktelenedésnek, és tényleg most már nincsenek ott ilyen meghatározó politikusok, nincsen az a szellemi munka, ami fontos lenne egy párt mögött. Ez a szellemi munka, ami látszik, hogy valami gondolatépítés van, az egyértelműen a DK-nál mutatkozik meg. A többi ellenzéki párt esetében, talán még a Momentumnál valami próbálkozás van, de a többi pártnál ezt a szellemi munkát nem látjuk, nincsen háttérintézmény, nincsen olyan csapat, ami lényegében egyfajta víziót tudna adni ezeknek a pártoknak. Hát az MSZP esetében ez akkora hátrány lesz például egy ellenzéki tárgyalásnál, hogy minimális helyet fognak csak kapni. Na, de itt nem Jakabot zárták ki, mert rosszul volt a bajsza levágva, hanem az zárták ki, aki tömegeket mozgatott, akkor, amikor erre szükség volt. Tehát, hogyha a Pest megyeiket kizárták, lehet szeretni Havas Szófiát, vagy nem, vagy hagyd ne soroljam tovább a neveket, de ezek embereket tudtak mozgósítani, nem tizet és nem százat. Most ezeket most, halára sértették, de most már kizárták. Az MSZP esetében nincs már mozgósítási kényszer, tehát ott van a ellenzéki együttműködés, ott az MSZP egy kis szeret lesz. Tehát nem lesz már akkora tényleg. Igen, tehát biztos, ebben hogy a ezek a szavazók ott maradnak de az ma, ellenzékben. De marad annyi, tehát azt kell mondjam, hogy a, nem tudom én most az európai parlamenti választáson Pest megyében, most ez nem a kongresszusi dologra akarok reagálni, hanem csak az, hogy Pest megyében éppen, hogy nem tud bejuttatni a megyei közgyűlésbe, nem tud mandátumot szerezni a szocialista párt, de az MSZP-nek minden megyében azért egy olyan előnye van az ellenzéki együttműködés szempontjából, azon túl, hogy minden szavazóra szükség van, és biztos veszített, de azért még maradtak, az pedig az a szervezeti, logisztikai jelenlét, amit ugye megörökölt még nagyobb párt mi voltából. Tehát az, hogy legyen egy iroda egy városban, amire rá van írva, vagy az MSZP, nem tudom, helyi szervezete, és oda be lehet menni. És még ott jobbik oda menni. Irodák is vannak szanaszét az jobbik országban, irodás, de mégsem rájuk fog szavazni a normális választó. Tehát, ha egy doktor Takácsot, aki az MSZP alelnöke volt, aki 2,5 éven keresztül a saját benzinjén járta az országot, élükre állt a bankhiteleseknek, mindenki tudta a nevét, egy aktív ember volt, ha egy ilyet kirúgnak, illetve nem engednek labdába rúgni, ezzel saját magukat billentették tunikán. Ebből következik, hogy azok, akiket idáig képviselt, lehet, hogy nem fognak többet az ellenzékre. Azt fogják mondani, hogy lehet most a Fidesz odaadja a 13. nyugdíjat, még segít valamit, és az embereknek a hangulata, az éléskamrája, ők nem 20 évre gondolkodnak, hanem a mára meg a holnapra, tehát még az is elképzelhető, hogy bármit tesznek, minden marad a régi. Minden lehet, tehát amit most említesz, az a saját hibájukból. Az elképzelhető, hogy így lesz, valamennyi szavazatvesztés ebből a dologból lehet, de azt meg nem tudjuk, hogy például az a fajta, nem tudom én, mondom azt, a veszteseknek a megnyugvása, vagy a nyerteseknek a együttműködési készsége, hogy azt mondták, hogy mindenkire számítanak, hogy ez mennyit ér. Tehát most kiemeltél egy momentumot, ami most nagyon aktuális, és az MSZP szempontjából nyilvánvaló a sértett embereknek. Oké, ott a Jobbik, aki idáig de azért nem egy hozzá... cukorpárt volt, hanem egy nagyon kemény idős embereket más világokra emlékeztető párt volt. Én nem hiszem, hogy ők el fognak menni, és most majd a baloldali ellenzékre. Kire a mi hazánkra fognak szavazni? Nem. Már most, hogy a leszakadó jobbikosok, hogy kiről beszélj? A jobbikosok volt szavazói. A jobbikosoknak jelenleg is vannak szavazói, több szavazója van egyébként, mint az MSZP-nek.
a felmérések szerint, tehát hogy, hogy van az a társadalmi közeg, nem, azért nem látunk nagyon rá, mert nem ezen a környéken van, hanem sokkal távolabb, tehát az országnak azon a részén, kisebb településeken, ahol ellenzéki alternatívát a Fidesszel szemben egyetlen párt sem tud mutatni a Jobbikon kívül. Erre szeretnék mondani, hogy volt a Szabó Andráéknak pár hete egy ilyen elég részletes kutatásuk, ami azt vizsgálta, hogy a 2018-as szavazók hol vannak, és ugye az látszott, hogy például azt hiszem a Fidesz szavazóinak a 98-95%-a még mindig a Fidesznél van, és ez az ellenzék esetében egyáltalán nem mondható el. Tehát ott 50% feletti lemorzsolódások vannak egyes pártoknál, a Jobbik szavazói is teljesen szétestek, tehát 18-hoz képest nagy részük vagy a Fideszhez, vagy más ellenzéki pártokhoz mentek, tehát ez azért komoly probléma az ellenzéki pártok esetében, hogy nem képesek megtartani a szavazóikat, nem képesek egy olyan közösséget, egy olyan kulturális közeget kialakítani, amiben hosszú távon meg tudnának tartani bizony a szavazói csoportokat. A Jobbik támogatottsága lefeleződött, tehát ez nem kétséges. Ezt látjuk. Még egy dolgot, hogy hova mennek, meg milyen lehetőségük van. Azt látjuk, ez fontos, hogy az ellenzéki együttműködésnél négy pártnak a támogatói nagyon erőteljesen azt mondják, hogy ez kell, erre szükség van. A Momentum és a Jobbik táborában van körülbelül egy tizedes csoport, amelyik nem rajong ezért az együttműködésért, és ebből egy dolog, ebből hogy előbb beszéltem egy kicsit a Fideszre. Csak a Gyurcsány Ferencre beszéltem az előbb, hogyha ellenzék együttműködés vezetője egy DK-s lesz, a DK-sokkal lesz tele egy ellenzéki lista, akkor én azt prognosztizálom, hogy ez viszont taszítani fog nagyon sok szavazót, akár nem csak ellenzék, hanem olyan szavazókat is, akik mondjuk bizonytalanok jelen pillanatban. Azt hozzátenném, hogy jelen pillanatban nagyon sok százezres nagyságrendben kell megszólítani olyan szavazókat egy ilyen ellenzéki együttműködésnek, akik jelen pillanatban nincsenek ott. Szerintem egy gyurcsányista jelöltel, miniszterelnök jelöltel sokkal nehezebb lesz majd. Ez személyfüggő. Igen. Kedves nézőim, az elmúlt fél órában Závesz Tibor, a Závesz Research-től és Deák Daniel, a 21. századi intézet elemzője volt stúdiónk vendége. Fennmaradt kérdéseket majd legközelebb. Köszönjük. Visszavárjuk Önöket. Most a pontos idő 8:45, következik Szabó György, a Mazsök elnöke. Tartsanak velünk!